A mohapárnát nézzük meg először szabad szemmel. Válasszunk lecsipes segítségével a mohapárnáról egy mohanövényt. Mikroszkóp kamera segítségével vizsgáljuk meg. Készítsünk a moháról egy éles képet. Keressük meg a növényen a gyökérszerű, szárszerű, levélszerű képződményeket, a spóratartót és a spóratartó tokot. A lombos mohák esetén megfigyelhető a feladatokhoz történő specializálódás. Rögzítésre, szállításra, tápanyagkészítésre, szaporodásra módosult szerszerű képződményeik vannak. Ezek a képződmények általában egy vagy pár sejt sor vastagok. A mohák az evolúció szempontjából az első szárazföldi növények közé tartoznak, de belőlük fejlettebb élőlény növény már nem alakult ki, úgynevezett evolúciós zsákutcát képviselnek. Telepes növények.